A Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégiumban is szeptember 1-től kezdődik az oktatás. Elég jól sikerült a beiskolázásunk, 66-9-es tanuló kezdi meg nálunk a tanulmányait. 2 technikus osztályt tudtunk indítani, és 1 szakképzőiskolát, erdésztechnikust, mezőgazdasági gépésztechnikust, illetve a szakképzőiskolában a mezőgazdasági gépész és az erdőművelő fakitermelő szakmákat oktatjuk. Indul 2 éves érettségre felkészítő képzésünk, és a felnőttek szakmai oktatása gépésztechnikus és mezőgazdasági gépésztechnikus és erdésztechnikus szakmában, tehát nagyjából 100-an fognak kezdeni így új osztályban most a tanév elején. Úgy tervezzük, hogy szeptember 1-én 3:48-kor tanévnyitó, és utána pedig a 9. osztályosoknak bemutatjuk az intézményt, megcsináljuk az adminisztrációs feladatokat, felveszik a tankönyveiket. Tehát ez az első 2 nap, ez ilyen számukra bizonyára egy ilyen ismerkedés, beilleszkedés segítő programokat fogunk számukra csinálni. A nagyobbakkal meg hát folyik a tanítás már a tanévnyitó után. Ugye a Teams-en keresztül csináltuk az online oktatást, most is már a kicsikkel, majd a 9-esekkel ezt nyilván megismertetjük, hogy kell ezt használni, mindenki kap felhasználó nevet, jelszót. Felkészülünk természetesen erre a részére, de erre igazából nem lehet felkészülni, hiszen nálunk a szakmai oktatás egy nagyon nagy része gyakorlat, tehát egy gyakorlatot online oktatás keretében nem lehet, vagy csak nagyon-nagyon minimális mértékben lehet tanítani. Én bízom benne, hogy nem kerül erre sor, és ha igen, akkor is csak egy rövid időre, határozott időre. Nem ugyanaz, nem tudjuk azt a mennyiségű, meg minőségű oktatást sem csinálni. Nálunk van 100 kollégista a tanuló, és a bejáros gyerekek közül is többen étkeznek, tehát ezt meg kell oldanunk, helyben főzünk, tehát nekünk főző konyhánk van. Nagyon jól főznek a konyhánkon, tehát szeretik a gyerekek. Ugye bentlakásos iskolákban a jogszabály szerint ugye 5-szöri étkezést kell biztosítani, ami a 10 órait és az uzsonát is tartalmazza, mindig meleg ebédet, meleg vacsorát kapnak a gyerekek. Hát sajnos ugye, ahogy az alapanyagárak emelkedtek, úgy nálunk is szükség lesz egy kis áremelésre, de még így is azt gondolom, hogy eléggé jutányos áron tudnak hozzájutni a gyerekek a napi melegételhez. A szakképzési törvény lehetővé teszi az ingyenes szakmai képzéseket szinte mindenki számára, ezért elég jó lehetőség a tanulni vágyóknak. Elsősorban a mi profilunkhoz illeszkedő képzéseket indítjuk, a fakitermelőt, erdőművelőt, mezőgazdasági vontatóvezető képzést is csináltunk, aranykalászos gazdát, tehát ami éppen méhészt, az elég gyakran van, amire éppen igény van, ezzel egy kollégám külön foglalkozik, hogy ezt koordinálja, de most nagyon jó lehetőségek vannak, hogy ezek a képzések ingyenesen tanulhatók.